Oh,
Thank you.
Krishnaya, Krishna Bhaktaya, Tad Bhaktaya, Namo Namaha, Namashresham, Namati Sachiputram, Matras, Rupam, Rupam Dashi Rajam, Rupurim, Maturim, Gostavatim, Radha Kundam, Girivaram, Mahoradika, Prapto Yashipatita Kripaya Shri Gurum Tamnatosmi Achamalam Bhutto Bhujo Kanakavadato Sankirtanaye Kapitaro Kamalayatakshu Vishwambaro Dvijavaro Yugadharmapalo Anapita chim shirat karuna adatinakalo samarpaitam anushalarasam subhati shriyam Hari purata sundara dyuti kadamba sandipitaha sadhan Utama adama kichuna bachila jachi adile kakola Kahe premananda emana goranga ridoya dadiya bola Pacha goranga kaha goranga la gorangira namare Chaitanya Sasanatana Rupaka Gopala Raghunathapta Rajavallabha Pahimam Pancha Kopatarubhischa Vipasundubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Vedanta Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Kedves bakták, szeretnék köszönteni együtt újra Mádavánat a Prabhut és Krishna Kumbhatajit Budapesten, akik egy év után ismét meglátogattak bennünket. Mádavánat a Prabhut és Kumbhatajit és aki esetleg még nem ismerné őket, Mádavánat a Prabhut
30 éves gyakorolja már a Krisna tudatot, tanult Vaisnava tudós, aki nagyon termékeny kiadó, ő adja ki a Krisna Tatámita magazint, írja a két heti rendszerességgel a Krisna Tatámita Bindu magazint, és széles körben elérhetővé teszi a Vaisnavák számára Krisnáról szóló kertkeléseket, és ez egy nagyon nagy szolgálat a Vaisnava közösség számára az egész világon, és jelenleg Bhubaneswarban élnek a feleségével, és akkor ott végzik ezt a szolgálatot. És a meghirdetethez képest, amit elküldtem, egy kicsit változott a program. A holnap és csütörtökön reggel fog már nálad a programadást tartani, pénteken, szombaton este és vasárnap reggel, akkor lesz az a előadás sorozat, hogy Góranga keftelései mai napig is folynak. És a mai napnak a témája az pedig Vrindában szeretete, hogyan válik Mathura vallásává. Erről fogunk hallani most. Akkor átadnám a szót Mádovánnak. Thank you for your patience. There's a statement by Sri Chaitanya Mahaprabhu in the Prema Vilas written by Nityananda Das, who is a disciple of Jnana Mata. Sri Chaitanya Mahaprabhu-ból van egy kijelentés a Nityananda Vilasban. Nityananda Das, a disciple of Jnana Mata. Amit Nityananda Das, Jnana Mata tanítványa. Lord Nityananda was asking Chaitanya Mahaprabhu, why are you going to Jagannath Puri? Lord Nityananda was asking Chaitanya Mahaprabhu, why are you going to Jagannath Puri? And Mahaprabhu replied to him, Prabhu kohin shripad tumi koro abadhan. Je shtani vashile shuk se jannastan, je nimita charya aini nilacha. He said, that place, I'm going to Nilachal because the place where you get the most happiness, that place is really the place of your birth. That's why I'm leaving Navadvip and going to Jagannath Puri. So we're leaving Jagannath Puri and we're coming to Budapest. So I'm sure I can join that meditation in Budapest. Because we get some happiness here. And because it's Krishna Kram's service. So we have a difficult task before us tonight. And I'd like to ask some help from everyone here. Nehéz feladat áll előttük, és szeretném mindenkinek a segítségét kérni. We want to have a Vaishnava Sangha. Azt szeretnénk, ha itt egy Vaishnava Sangha jönne létre. If you think that I'm a qualified person, I'm a speaker giving class to all of you, then I'm in big trouble. Hogyha azt gondoljátok, hogy majd én leszek a beszélő, és én milyen jó képesített személy vagyok erre, és én fogom majd mindenkinek megmondani a dolgot, akkor nagy bajban vagyok. I'm not such a nem vagyok ilyen nagyon jó képességgel rendelkező személy. And our purpose tonight shouldn't be to hear me. És a célunk ma este nem az kell, hogy legyen, hogy engem meghallgassatok. Our purpose is to hear some Krishna Kritha. Hanem az, hogy Krishna Kritha-t halljatok. And for that we want to have a Vaishnava Sangha. És ennek érdekében szeretném, hogyha Vaishnava Sangha jönne. And a Vaishnava Sangha is not that the speaker is better than the listener. És a Vaisnava szangjában a beszélő nem jobb, mint a hallgatóság. But everyone is coming together to serve. Hanem mindenki összegyűlik, hogy szolgálatot végezzen. Some like Maharaj Pariksit are coming to serve by listening. Egyesek, úgy mint Pariksit Maharaj, azzal szolgálnak, hogy hallgatják. And others are coming to serve by speaking.
mások pedig azzal, hogy beszélik a Krishna tudatát. Srila Krishna Das Kaviraj Goswami is describing this dilemma in a very beautiful way. Krishna Das Kaviraj Goswami nagyon gyönyörű módon leírta ezt a dilemmát. Marasya meru sanchara kinam gangokulom kin sandhapushna vimam shnigdaha karna kasva sanyo. He says, I have a problem. Azt mondja, hogy hát van egy kis problémám. He said that the subject matter that I want, that wants to come out of me is like a very nice cow. A téma, ami szeretnék kijönni belőlem, az olyan, mint egy szép terén. And this cow of Arkata is trying to go to Vrindavan. És ez a terén, a katá, próbál Vrindavanba eljutni. But the cow of this katá is suffering on the desert of my tongue. De ez a terén, ez a katá, a nyelven sivatagján szenved. So he prays to all the saintly listeners. Így aztán imádkozik minden szent hallgatóhoz. He says, all of you, your ears are like a lake. Azt mondja, hogy mindannyiótoknak a füle olyan, mint egy tó. Karna kasa samido. And you please give shelter to this cow of my words. Kérlek, adjatok menedéket a szavaim tehenének. So, the subject matter that we chose to speak about tonight, we titled, When the Love of Bread, Love of Vrindavan, becomes a religion of Mathura. Mai este azt a címet adtuk a témának, amiről szeretnénk beszélni, hogy amikor Vrindavan szeretete Mathura vallásává vált. Srila Thakur Bhaktivinoda has commented on Krishna's Leela in a kind of an allegorical way. Bhaktivinoda Thakur allegorikus módon írt fűzött magyarázatot Krishna világhoz. He said that Krishna's pastimes, his overall pastimes in Braj, indicate one thing. His pastimes in Mathura indicate something else. His pastimes in Dwarka indicate a third thing. Azt mondta, hogy Krishna Vrindavani keftelései összességükben egy bizonyos dologgal utána, a maturai és a dvarakai keftelése is úgy összességükben egy bizonyos dolgot mutatnak. This is a very important topic for Gaudiya Vaishnavas to understand. Nagyon fontos, hogy ezt a témát megértsük. But the gopis of Braj is the best. Az összes fajta imádat közül, amit azonnak felajánlanak, az az imádat a legjobb, amit a gopik végeznek. What is the difference between the mood in Mathura and the mood in Vrindavan? Mi a különbség a Vrindavan hangulata és Mathura hangulata között? Is it because of the great distance? A nagy távolság miatt van különbség? No. Kamyavan is further away from Vrindavan than Mathura is. Kamyavan messzebb van Vrindavantól, mint Mathura. Koshi is much further away from Vrindavan than Mathura is. Koshi pedig sokkal messzebb van It's not a question of geographical distance. Nem földrajzi távolság az oka. It's a question of the mood. Hanem a hangulat kérdése ez. Srila Krishna Das Kaviraj Goswami describes that in Dwarka, Krishna is Purna, is complete. Krishna Das Kaviraj Goswami leírja, hogy Krishna Dwarkában Purna. In Mathura, Krishna is Purnatura. He is more complete. Mathurában Krishna Purnatura, teljesebb. But in Vrindavan, Krishna is Purnatama. He is the most complete. Vrindavan viszont Purnatama, a legteljesebb. Krishna says, Bhaktyamam avajanati avanyaschasnitapvataha. I can only be known through bhakti. Krishna azt mondja, hogy engem csak a bhaktin keresztül lehet megismerni. So the way that Krishna is known in Braj is different from the way he's known in Mathura and different from the way he's known in Dwarka. Az a mód, ahogyan Krishnát meg lehet ismerni Vrindavanban, ez más, ez különbözik attól, hogy Mathurában vagy Dwarkában lehet őt megismerni. The residents of Vrindavan, they don't think of Krishna as God. Vrindavan lakói nem gondolnak úgy Krishnára, mint Istenre.
they simply think of Krishna as the most beloved. Csak úgy gondolnak Krishnára, mint a legjobban szeretnek. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, he says that when knowledge of the Lord's power and opulence pervades someone's mood, then their devotion becomes shrunken. Krishnadas Goswami azt mondja, hogy amikor valakiben így elhatalmasodik az a tudás, hogy az Úr milyen hatalmas és milyen erős, akkor ez lecsökkenti, összezsúfolja a szeretetét. He uses the phrase priti sankuchita, that once priti, their love becomes sankuchita, shrunken. Ezt a kifejezést használja, hogy priti sankuchita, hogy a priti, a szeretete összezsúfolódik. Arjuna was Krishna's bosom friend. Arjuna Krishna kedves barátja volt. Sometimes they would sleep together in the same bed. Néha egy ágyon aludtak. Sometimes they would eat on the same plate. Néha egy tálból ettek. But when Krishna revealed his opulent feature known as Virat Rupa before Arjuna in the battle of Kurukshetra, Arjuna's mood changed. De amikor a Kurukshetrai csatamezőn Krishna bemutatta Arjunának a fenségekkel teli formáját, az univerzális formát, akkor Arjuna hangulata megváltozott. He started offering prayers to Krishna. Elkezdett imádkozni Krishnához. Deva, Deva, Jagatpate, O God of Gods, Lord of the Universe. Ó, Istenek, Istenem, az univerzum ura. Dosha kami mohadami, please forgive me for my offenses. Kérlek, bocsáss meg a sértéseimet. He became frightened. Megijedt. And his intimate mood went away. És a bensőséges hangulata elment. Krishna also once showed his Virat Rupa to Mother Yashoda in Braj. Krishna egyszer Yashodamának is megmutatta az univerzális formáját Vrindavanban. One day, Krishna was playing with his friends on the bank of the Jamuna, the place known as Brahmanda Ghat. Egy napon Brahmanda Ghatnál Krishna a barátaival játszott a Jamuna partján. And some of them went running to Mother Yashoda and they said, hey, Yashodama, your Kanu, he's been eating mati, eating dirt. És néhány kisfiú odaszaladt Yashodamához, hogy Mataji, a te kánod földet evett. Mother Yashoda, she called for Krishna. Yashodama odahívta Krishna. Gopal, did you do that? Did you eat dirt? Gopal, földet ettél? Gopal's very tricky. Gopal nagyon trükkös fickó. He turned his head away and put his hand like this and said, no, ma. Gopal így a szája elítette a kezét, és úgy mondta, hogy nem, hogy nem ettem. Mother Yashoda said, let me see your mouth, open your mouth. Yashodama mondta neki, hogy nyisd ki a szádat. Krishna opened his mouth. Krishna kinyitotta a száját. And Mother Yashoda saw inside his mouth all the universes. És Yashodama a szájában az összes univerzumot látta. All the demigods. Krishnaket. She saw Vrindavan. Látta Vrindavan. She saw herself and Krishna. És látta önmagát és Krishnát. She saw everything. Mindent látott ott. But what happened to her then? És akkor mi történt vele? She didn't start offering prayers to Krishna. Nem kezdett imádkozni Krishnához. Mother Yashoda became very disturbed. Hanem nagyon megzavarodott. She thought, what happened to my Gopal? Azt mondta, hogy mi történt az én Gopalommal? Some ghost? Valami kísérhetsz, hát valami. So she wanted to call for some Brahmins to chant mantras to make the ghost go away. But that day, Nanda Maharaj and Mohini and all the Brahmins, they had gone to Upananda's house, Nanda Maharaj's older brother's home. And Yashoda was left all alone in the house of Krishna. És Yashoda egyedül maradt a házban Krishnával. Yashoda is a village lady. Yashoda egy parusi asszony. She thought, I've heard that gobark, cow dung is very purifying and it can make ghosts go away. Én azt hallottam, hogy a tehén tárgya az nagyon tisztító és elűzi a kísérleteket. So she took a bucket and she went out to the goshaw and she filled it up with gobark. Szóval kiment az istállóba, feltöltötte az egyik bölgött tehéntárgyával.
She came back and she started smearing all over Krishna's body. És visszajött, és teljesen megrendelte Krishnát. All over his face and his hair and everywhere. Az egész arcát bekente be a hajába, tehát mindenhova az egész testére. And meanwhile, Krishna was thinking to himself, this is not good. Everywhere that I show my Virat Roop, everyone starts offering prayers to me. But here in Braj, what do they do? They just start smearing Govar all over me. This is not good. I won't do this again. So there's a difference in the mood of Vrindavan and the mood of other places. Vrindavan is that place which is based on love. And Thakur Bhaktivinoda, he says that when a Kura comes and takes Krishna away from Vrindavan, then something else is introduced into the relationship with Krishna. He says there's some gyan, some knowledge mixed with that. Because there's a difference between the mood of a Kura and the mood of the Brijbasis. When a Kura brought Krishna Balaram to Mathura, he immediately invited him, please come to my home. He told them, Punihi Padarajasan, Brihan no Brihamedinam. Yes, Chochanam Tripyanti, Pitara Sagnaya Sura. He said, you please come to my home. He says that I'm a Brihamedinam. I am very attached to all the rules and rituals and things of a householder. He said, if you come to my home, then my house will become purified. And by your coming there, Pitara, Sagnaya, Suraha, my forefathers, all the sacrificial fires, and the demigods will all be satisfied. The same phrase, Grihamedinam, appears in the second verse of the first chapter of the second canto. Shrutta Vyadini Rajendra Minam Shanti Sahasya Saha Pashyatam Atmatattvam Griheshu Grihamedinam. It describes a materialistic person. In his purport, Srila Prabhupada says, the word maybe indicates jealousy of others. Akura was a devotee. But he was a Sakama Bhakta. A devotee with some material desires. Vishwanath Chakravarti Thakur in his purport, Sarartha Darshan Tika, to the verse we just read, he describes. My dear Lord, if you come to my yard, my house, it will satisfy all the demigods, the sacrificial fires, my ancestors. Akkor ez elégedetté fogja tenni az összes ősatját és félistent és áldozati tüzet. Then Akura began offering prayers to Krishna. És Akura imádkozik ezzel Krishnához. He said, Deva Deva Jagannatha Punya Shravana Kirtana Yadutamottama Shloka Narayana Namostute
He said, Deva Deva, O God of gods. Azt mondta, hogy Deva Deva, ó Istenem, Istenem. Jagannath, Lord of the Universe. Az univerzum ura. Punya Shravana Kirtan, anyone who hears or chants about you, they become purified. Bárki is hall vagy énekel róla, ő megtisztul. He said, you're Yadu Uttama, you're the best of the Yadu dynasty. Te Yadu Uttama vagy, a legjobb a Yadu dinasztia tagjai között. You're Uttama Shloka, you're glorified in all the best of verses. Uttama Shloka vagy, a legszebb versek dicsőítenek téged. Narayana Namostute, O Lord Narayana, I offer my obeisances to you. O Úr Narayana, hódolatomat ajánlom neked. Vishwanath Chakravarti Thakur in his commentary says that he's addressing him as best of the Yadus to indicate that I'm also a member of the Yadu dynasty, so you should come to my house. Vishwanath azt mondja, hogy azért hívja őt a Yadut legjobbjának az úr, mert ezzel arra utal, hogy hát én is Yadu vagyok, én is ehhez a dinasztiához tartozom, úgyhogy el kell jönni a házamba. Uddhava was, excuse me, Akura was concerned for himself. Akurát önmaga érdekelte. He had some love for Krishna. Volt valami szeretete Krishna felé. But his love is called Sopadika Priti. De az ő szeretetét Sopadika Priti-nek. Love with a designation. Olyan szeretetnek, ami megjelölésekkel teljes. I love you because you are Deva Deva, you're the God of gods. Azért szeretlek, mert Deva Deva vagy az Istenem, Istenem. Jagannath, the Lord of the Universe. Jagannath vagy az univerzum ura. You Yadu Uttam, the best of the Yadu dynasty. Yadu Uttam vagy a Yadu dinasztia legjobbja. You're Lord Narayan. Because you're all of these things, I have some love for you. És te vagy az Úr Narayan, és mindezek a dolgok miatt szeretlek. His love is known as Haitiki Priti, love with a motivation. Az ő szeretetét Haitiki Priti-nek nevezik, motivált szeretet. But the love of the gopis is Nirupadika Priti. It has no designation. De a gopi szeretete Nirupadika Priti, nincs meg, nem tudodik hozzá egy megjelölés. The queens of Dwarka, they love Krishna because he's their husband. Dwarka királynői azért szeretik Krishnát, mert Krishnát férjük. Their relationship is known as patitva, or they have their pati, their husband. A kapcsolatukat patitvának nevezik, vagyis hogy a királynőknek a patija, ő Krishna a férje. But the relationship of the Braj gopis and Krishna is ramatva. It's simply based on love. De a gopi kapcsolat a Krishnával ez ramatva, csak a szereteten alapul. They're married to someone else. Valaki másnak a feleségei. There's no designation in their love. Nincs, nem tudodik megjelölés a szeretet. It's Nirupadika Priti. Nirupadika. It's Ahaitiki Priti, love without a motivation. Motiváció nélküli szeretet. The gopis, when Krishna was leaving, they angrily spoke amongst themselves. Amikor Krishna elment, akkor a gópik nagyon dühösen így beszéltek maguk között. Nananda suno kshana bhanga sorida samikshate na swapita turavata vihaya gehan swajanam sutam patins tadashana dopagatana vapriya. They complain. Nanda Maharaj's son, he's leaving us. Panaszkodtak, hogy Nanda Maharaj fia elhagy bennünket. He's breaking our loving friendship. Megtörje a szerető barátságunkat. And he won't even look at us directly now. És most már nem is néz közvetlenül velünk. They said, Vihaya gehan svajanam sutam patins. Because of him, we gave up our homes. Feladtuk az otthonunkat miatta. So Janan, we gave up our relatives. Feladtuk a rokonainkat. Sutan, we gave up our children. Feladtuk a gyermekeinket. Patins, we gave up our husbands. Feladtuk a férjünket. And now he's leaving us. És most elhagy bennünket. This is the mood of the gopis. They simply want to please Krishna.
ez a gópik hangulata csak elégedetlenül tenni a Krisnát. Krishna Das Kavya Goswami describes this in Anilila chapter 4, Chaitanya Charitamrita. Krishna Das Kavya Goswami az Anilila 4. fejezetében, Chaitanya Charitamrita-ban ezt írja. We'll sing these verses and you can chant Hare Krishna in response. Elmondta nekik, hogy mert problémánk van, Krisna belázasodott, és csak arra lesz
lehetőség, hogy az egyik költők odaadjon egy kis port a lábatokról. The queen said, Dr. Lee said, nem. Kihányok, egy másik nézték és, mondták, hogy nem, nem. How can we give the dust from our feet to Krishna? Hogyan adhatnánk port a mi lábunkról Krishnának? Krishna is our Lord. If we give him the dust of our feet, we'll go to hell. Krishna az Úrunk, hogyha port adunk a lábunkról Krishnának, akkor megyünk a pokolba. So Narada Muni didn't collect anything. Narada Muni semmit nem tudott összegyűjteni. He went back to see Krishna. Visszament Krishnához. And he told him the Sankirtan business is very difficult. Krishna told him, go to Vrindavan. És akkor Krishna mondta neki, hogy menjél Vrindavanba. Ask the gopis. Kérd a gopikat. So Narada Muni, he went there to Braj. Narada Muni el is ment Brajba. When the gopis of Vrindavan heard that Narada Muni came, they all came running there. Amikor a gópik meghallották, hogy eljött Narada Muni, akkor mindannyian odaszaladták. Oh, Narada-ji, Dandanas, have you heard anything about our Pranavallabha Krishna? Narada-ji, a hódulatunkat ajánljuk neked. Hallottál valamit a Pranavallabhánkról, Krishnáról? Igen. Krishna has a fever. Krishna lázas. And he sent me here because he said, if one of you gives some dust from your feet, then his fever will be cured. És azért küldött ide engem, mert azt mondta, hogy ha valamelyikőtök van egy kis port a lábával, akkor el fog múlni a lázat. Immediately the gopis began quarreling amongst themselves. A gopik azonnal veszekedni kezdtek maguk között. Me first, I'll give him some dust. Én adok, először én adok. No, 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 me, I should go first. Nem, először én adok. Nard, how many truckloads do you want? Hány teherautónyit szeretnél nálam? Nard, Muni told him, he said, don't you know you give your dust like this to Krishna to put in his head, you'll go to hell. Narada Muni kérdezte tőlük, hogy hát nem tudjátok, hogy ha a lábatok korát odaadjátok Krishnának ilyen módon, akkor elmentek a pokolba, a fejével fogja tenni. The gopis said, igen. Mondták, hogy igen, tudjuk. But we don't care. De nem érdekel minket. Krishna sukha hetu koi premise. We just want to please Krishna. Csak szeretnék örömet szerezni Krishnának. So Mathura represents a different mood than Vrindavan. Mathura egy más hangulatot képvisel, mint Vrindavan. When that pure love, that pure motivation, please Krishna, becomes mixed with something else. Amikor ez a tiszta szeretet, ez a tiszta motiváció csak Krishna elégedettségére, ez valami mással is összekeveredik. It becomes mixed with some gyan, some knowledge. Oh, the Lord is very opulent. Összekeveredik valami gyánnal, valami tudással arról, hogy az Úr milyen hatalmas, milyen fenségekkel teljes. Then the Lord leaves Braj and he goes to Mathura. Amikor ez történik, akkor az Úr elhagyja Brajot és Mathurába megy. And Mathura is a place of religion. És Mathura a vallás helye. They worship the Lord, but they do so with some personal motivation. Imádják az Urat, de valami személyes motivációval. Because they have some knowledge of the Lord's supreme position. Azért imádják, mert tudnak az Úr legfelsőbb helyzetéről. They're not concerned about Krishna's pleasure. They're concerned about their own pleasure. Nem Krishna örömmel érdekli őket, hanem a saját örömük. Who is the high priest, the leader of Mathura? Ki volt a legfőbb, a főpap Mathurában? It's Kamsa. Kamsa. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and Srila Bhaktivinoda Thakur say that Kamsa represents the mundane head of organized religion. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur és Bhaktivinoda Thakur azt mondják, hogy Kamsa a szervezett vallás világi fejét képviseli. Now at this point, you might raise a question. Ezen a ponton lehet, hogy felmerül bennetek egy kérdés. I understand that Kamsa is the son of Ugrasena. Én értem, hogy azt megértjük, hogy Kamsa Ugrasena fia. And Ugrasena is a great devotee. És Ugrasena nagy bhakta. So how did his son Kamsa become so bad? Hogy lehet, hogy a fia Kamsa ennyire rossz lett? We'd like to tell you something, a little secret tonight.
Szeretnék egy kis titkot megosztani veletek ma este. Kamsa is not really the son of Ugrasena. Kamsa igazából nem Ugrasena fia. And if we want to understand the position of Kamsa and the mood of that organized religion that he's heading up, we should understand something about his birth and his father. Hogyha szeretnénk megérteni Kamsa hangulatát, mint a szervezet vallás világi feje, hogyha ezt a hangulatot szeretnénk megérteni, akkor meg kell, hogy értsünk valamit az apjáról és a születéséről. There was one very pious king, his name was Satchaketu, he was the king of the province of Vidarbha. Volt egy nagyon jámbor király, Satchaketu, aki Vidarbha királya volt. This is told in the second canto, by the way, of the Padma Purana. Ez a Padma Purana második énekéből van ez a történet. That Satchaketu had a beautiful daughter, whose name was Padmavati. Satchaketunak volt egy gyönyörű leánya, akit Padmavatinak nevezte. Padmavati had wonderful qualities like Lakshmi Devi. Padmavatinak olyan csodálatos tulajdonságai voltak, mint Lakshmi Devinek. She was very honest, very virtuous. Nagyon becsületes, nagyon erényes volt. And she was extremely beautiful. És nagyon gyönyörű. So her parents were looking for a good boy for her to marry, and they saw Ugrasena Maharaj, the king of Mathura, very, very qualified person. És kerestek férjet kerestek ennek a Padmavati lánynak, és a szülei gondoltak Ugrasena Maharajra, aki egy nagyon kiváló király volt, és gondolták, hogy ő milyen jó képzett, ahogy biztos jó fia van. So Ugrasena and Padmavati were married. Ugrasena és Padmavati tehát összeházasodtak. And Ugrasena became very pleased with the qualities and sweet behavior of Padmavati. És Ugrasena nagyon elégedett lett Padmavati tulajdonságaival és viselkedésével. Padmavati was so virtuous, so honest, so devoted to her husband. He became very, very attached to her. Padmavati olyan erényes, becsületes és hűséges volt a férjéhez, hogy Ugrasena nagyon elégedetté vált vele. He was always staying with her, he would sit and eat. Anything he would do, Padmavati was always next to him. Mindig együtt voltak, és Ugrasena Maharaj bármit is csinált, Padmavati mindig ott volt mellette, és segítette, ott tette vele ugyanazt a dolgot. Meanwhile, Maharaj Satchaketu, the father of Padmavati, he was missing his little girl. De Satchaketu Maharaj, Padmavati apukája, apukájának hiányzott a lánya. So one day they sent a messenger to Mathura requesting Maharaj Ugrasena, please let our daughter come home for some vacation. We want to see her again. So Maharaj Ugrasena sent her back to her father's house. Padmavati was very happy to go home again. És Padmavati nagyon boldogan hazament. She missed all of her old girlfriends and places she used to play. Mert hiányozta neki a régi barátnői és a helyek, ahol régen játszott. When she arrived there, she offered obeisances to her father. Amikor hazaérkezett, akkor hódolatát ajánlotta az apjának. And all the residents of Vidarbha became very happy that she'd come back. És Vidarbha összes lakója nagyon boldog lett, hogy hazajött. They were all bringing her different gifts. Különböző ajándékokat hoztak neki. Very beautiful saris, silk saris, ornaments, bangles, decorations. Nagyon szép sajászárikat, különböző karpereceket, karkötőket, mindenféle díszeket. Padmavati was wearing all those things, and she was feeling very happy. Padmavati fel is vette ezeket, és nagyon boldog volt. And she was playing with her old friends. És játszott a régi barátaival. And they were going sometimes to different lakes and nearby mountains and places near Vidarbha. És néha elmentek így Vidarbha mellett különböző tavakhoz, erdőkhöz, hegyekhez. One day they went to a nearby mountain, which was extremely beautiful. Egy napon egy közeli hegyhez mentek, ami nagyon gyönyörű volt. That mountain was covered with different blossoming flower trees and fruit trees. Különböző virágzó fák és gyümölcsfák kapadták. There are many beautiful ponds all around it with white, red, golden, blue lotuses in it. Fehér, piros, kék és arany lótuszokkal teli tavak voltak ott. There were flocks of chakravaka birds, peacocks,
cuckoos, parrots, and other auspicious birds. Csatorokat, és kapukok, és pávák, és mindenféle kedvező madarak voltak. There was a sound of the cuckoos singing everywhere. És mindenhol kapukok énekeltek. Cuckoo, cuckoo, cuckoo. Very sweetly, and the buzzing of bees everywhere. But Madhuri and her friends, they went to one very beautiful lake. You could see the bottom of the lake. It was very clear, beautiful water. They were sporting in that water on a nice, hot day. Padmavati és a barátnői ezen a nagyon meleg napon egy nagyon tiszta vízű tó mellett voltak, aminek lehetett látni a tó fenekét, és ott élvezték az életet, ott a földön. They thought they were all alone. They were having a good time. Azt gondolták, hogy egyedül vannak, és jól érezték magukat. At that time, there was one yaksha, who was a servant of Kuvera. His name was Gopila. És volt egy yaksha, aki Kuvera szolgája volt, a neve pedig Gopila. This Gopila was coming by on a celestial airplane. És Gopila éppen arra járt egy vimanán, egy ilyen mennyekbeli repülő. And Gopila looked down and he saw this beautiful girl, Padmavati, almost fell out of his airplane. Gopila lenézett és meglátta ezt a gyönyörű lányt, Padmavati, tehát nem esett a repülőről. And he said whatever lusty men say when they see a beautiful girl. És mondta azt, amit mondanak a késugár fickók, amikor látnak egy szép lányt. Hubba hubba baby. Maybe this is Lakshmi Devi? Vagy Lakshmi Devi? Or is it Parvati or Sachi, the wife of Indra? Vagy Parvati, vagy Sachi, Indra feleségem? Gopila became very attracted to her. Gopila nagyon elkezdett hozzá ragaszkodni. Gopila had some mystic cities, and by those mystic cities he ascertained, she's the daughter of this Sachi Ketu. Elkezdett hozzá vonzódni, és a misztikus ereje által megállapította, hogy ő Sachi Ketunak a lánya. And she's married to Ugrasena. És Ugrasenának a felesége. And Gopila saw she's not an easy person to approach. És Gopila akkor megértette, hogy nem egy olyan személy, akit úgy könnyen el lehet kapni. But Gopila thought, if I can't enjoy with her, then I'll die. De Gopila azt gondolta, hogy ha nem élvezhetek el, attól meghalok. Sometimes some of our brahmacharis, they think like that too. So if I can't get married, I'm just going to die. Néha a brahmacharyák közül is gondolkodnak így egy páran, hogy hát ha bemehetek vele, akkor meg fog halni. So then Gopila thought to himself, how can I do this? És akkor Gopila elgondolkodott, hogy hogyan lehetne ezt megtennem. So he had some mystic cities. Voltak misztikus képességei. And he took on the exact form, the exact dress, the exact voice and everything of Ugrasena. És ezek által felvette Ugrasena pontos formáját, ugyanolyan volt a hangja, ugyanolyan volt az alakja, a ruhája, minden. He went away a little ways away from that lake, he sat down on the stone, he started playing on a lute. Elment egy kicsit a tótól, egy kicsit távolabbra leült, és a... I don't know what you call it. I saw in a museum here in Hungary. They used to have those string instruments, very old, like a harpa. And he started singing very wonderfully. But Madhuri heard that. He was singing so nicely. But Madhuri, she took her friends and they went to see what's going on. Fogta a barátnőit, és oda mentek, hogy megnézzék, hogy mi folyik. And then she said, it's my husband. A férjem. She thought, how has my husband come here? Hogy jött ide a férjem? He has so many things to do. He's a very important person, temple president of Mathura. Nagyon fontos, hogy annyi dolga van a Mathurai templom president. And she was sitting there thinking, what's going on? And then her husband said, oh my sweetheart, my darling, I've been missing you so much, please come here. Szóval Padmavati kicsit megbozdulva, és
Govinda Udrasina pedig mondta, hogy hát kedvesen, nagyon hiányozták, jelenjük ide. And that wicked Gobila dresses Ugrasena and told her, my darling, I'm missing your love, I can't live without you, come to me. És ez a gonosz Gobila Ugrasena formájában úgy ezeket mondta neki, hogy ó, kedvesem, nem, nem annyira hiányoztál, hogy nem tudtam már élni nélküled, kérlek, gyere hozzám. But Margaret became very shy and she left her friends. She lived by herself to see who she thought was her husband. Parmavati nagyon szégyenlős lett, és maga mögött hagyta a barátnőit, és hát úgy oda ment a férjéhez, és hát ahhoz, akit azon, akiről azt gondolta, hogy a férje. And that Gobila Ugrasena took her to a very private place. És Gobila Ugrasena elvitte őt egy magányos helyre. And he started enjoying her. És And after a little while, Padmavati, she noticed, wait a minute, my husband has a certain mark in a private place in his body. I don't see that mark here. És aztán Padmavati észrevette, hogy hát várjunk csak, az én férjemnek ezen a privát részén, testalján van egy bizonyos jel, egy anyajelből valami, és nem látom ezt a jelet itt. Padmavati became very frightened and very disturbed. És Padmavati nagyon megijedt és nagyon megzavarodott. She said, who are you? Ki vagy te? What have you done? Mit csináltál velem? You spoiled my chastity. Leromboltad a személyenségemet. You destroyed my life. Romba döntötted az életemet. Padmavati became very angry. Padmavati nagyon dühös lett. She started crying. Sírni kezdett. And she said, now I'll curse you. Megátkozzak, mondta. I'll give you a very fearful curse. Egy nagyon félelmetes átkot fogok mondani rád. And that demon, he said, why will you curse me? És a démon kérdezte, hát miért fogsz megátkozni? I haven't done anything wrong. Nem csináltam semmi rosszat. I'm the Yaksha Gobila. A Yaksha Gobila vagyok. I'm in the family of Ravan and Pulastya Muni. Ravan és Pulastya Muni családjába tartozom. There's no fault in me. Bennem nincs hiba. He said, I know all the Vedas. Én ismerem az összes Védát. And I'm skilled in all the Vedic arts. És az összes védikus művészetben jártas vagyok. I am just following my Rakshasa Dharma. Követtem a Rakshasa Dharma. Our Rakshasa Dharma is that we forcibly enjoy the wealth and the wives of other people. That's our Dharma. És a Rakshasa Dharma az az, hogy erőnek erejével leveszük másoknak a tulajdonát és feleségét. We're not doing anything wrong. Semmi rosszat nem csinálunk. Our dharma is that we go and we destroy the fire yagyas and the religious ceremonies of the Brahmins. A dharmánk az az, hogy megyünk és leromboljuk a brahmanáknak a tűzáldozatait és vallásos szertartásait. I'm just doing, following my nature. Csak követem a természetemet. Why are you going to curse me? Miért fogsz engem megátkozni? Then Padmavati told them, you destroyed my chastity. És Padmavati pedig mondta neki, hogy te leromboltad a szemérmemet. You tricked me. Now I'm going to burn you to ashes. Becsaptál, és ezért most szénné foglak égetni. Gobila told her, don't do that. Gobila mondta neki, ne tedd ezt. What would you like to learn? Mit szeretnél megtanulni? I can teach you whatever you'd like. Bármit is szeretnél tudni, mindent meg tudok tanítani. Would you like to know how to start the sacred fire and the mantras and mudras and things for that? Szeretnél megtanulni, hogy hogyan kell szent tüzet kezdeni és az összes mantrát és mudrát ehhez? I can teach you that. Ezt meg tudom tanítani neked. Would you like to know the duties and proper behavior of a servant? A szolga kötelességeit és megfelelő viselkedését szeretnél tudni? I know the entire Manusamhita. Az egész Manusamhitát tudom. Would you like to know the duties of an obedient son who obeys his parents? Egy engedelmes fiú kötelességeit szeretnél tudni valakinek a kötelességeit, aki engedelmeskedik a szüleinek? I can teach you about the vows and the behavior of a chaste wife. Meg tudom tanítani a hűséges feleség viselkedését és szokásait is. I can teach you about the importance of serving your father. És annak a fontosságát, hogy szolgáld az apádat.
I can give a seminar to you about the qualities and glories of the Brahmins and how they take care of the sacred fire. Szeminárt tudok tartani a brahmanák tulajdonságairól és arról, hogy hogyan tartják a szent tüzet életben. Ami sarva dharma gyani, I know all dharma. I can teach you anything you like. Minden dharmát ismerek, bármit meg tudok neked tanítani, amit szeretnél. Then Gobila told her, anyway, what kind of wife are you? És aztán Gobila azt mondta, hogy egyáltalán milyen feleség voltál amúgy is. You're presenting yourself that you're so chaste and so first class. Úgy mutatod be magad, hogy ilyen nagyon hűséges és elsőrendű feleség vagy. But if you're really such a first class wife, why did you leave your husband? De hogyha tényleg ilyen első osztályú feleség lennél, akkor miért hagytad volna ott a férjedet? And what are you doing running around here in this very fancy, expensive sari and all these opulent ornaments and things? És hogy ilyen gyönyörű szép szárit viselsz, és ami ékszer van rajtad? You say that you're chaste and loyal to your husband, but we can see your true nature by your behavior. Azt mondod, hogy olyan nagyon hűséges vagy, és személyes, és a férjedet követed, de láthatjuk a tulajdonságaitat a viselkedésedből. He said, you're not a chaste woman. Nem vagy te egy hűséges feleség. You're an unchaste woman. Hanem ilyen személyetlen bűnös. You left your husband. Ott hagytad a férjedet. Your husband's 100 yojanas away. Where is your loyalty and chastity to him? A férjed 100 yojanával odébb van. Hol van a hűséged? He said, you're a shameless woman. Ilyen szégyentelen asszony vagy. So where is your penance, your power to curse me? Hogy tudnál megátkozni, hol van a lemondásod az erőd, amivel meg tudnál átkozni engem? Padmavati started shaking with anger. Padmavati remegett a bűntől. She said, listen, demon, my father brought me here with affection. What's the harm of that? Ide figyelj, démon, engem az apám hozott ide nagy szeretettel, ebben meg mi a rossz? She said, I'm devoted to my husband. You tricked me by taking his form. Én odaadó vagyok a férjem felé, és te csak betökköltél engem azzal, hogy az ő formáját fogadtad el. Gobila told her, listen, as soon as a desire rose in your heart to come and visit your father and leave your husband, and then your eye of wisdom, it vanished. Gobila a démon pedig azt mondta neki, ide figyeltem őszemény, amint felmerült benned az a vágy, hogy meglátogass az apukádat, azonnal a bölcsesség szemed eltűnt. He said, unchaste woman, I have no fear for you. Te szemérmetlen, bűtlen asszony, nem félek tőle. Said, you have no power to curse me. Nincs hatalmat, hogy megátkozhass engem. You should come to my house and we'll enjoy together. Inkább gyere az otthonomba, és akkor együtt élvezzük az életet. Padmavati started crying, you wicked person, go away. Padmavati elkezdett sírni, és mondta neki, hogy te gonosz fickó, menj innen. Gobila told her, okay, I'll leave you. Gobila mondta neki, hogy jó, akkor itt hagylak. He said, but you should know. De tudnod kell. I put my seed in you. Hogy belétettem a magomat. And from that seed, a child is going to be born. Will agitate all the three worlds. És ebből a magból egy gyermek fog születni, aki képes lesz arra, hogy mindhárom világot megzavarja. And Gobila left. És így Gobila elment. And Padmavati cried. Padmavati pedig sírt. She was just laying there, weeping and weeping. Her girlfriends heard the sound and they came there. Ott feküdt és sírt zokogott, és odajöttek a barátnői a hangra. Padmavati confided in them what had happened. Padmavati bizalmasan megosztotta velük, hogy mi történt. And with love and affection, those girlfriends of Padmavati, they picked her up and they took her back to her house and brought her to her mother. És a barátnői pedig nagy szeretettel felemelték és visszavitték az anyukájához. With an open mouth, Padmavati began weeping and crying. She told her mother. És Padmavati ilyen tátott szájjal sírt, zokogott, és hát elmondta az anyukájának, hogy mi történt. Then Padmavati's mother told her father. És akkor Padmavati anyja elmondta az apjának. His father was very disturbed. Az apja pedig nagyon zavart volt. So he called for the chariot driver. És odahívatta a szekérhajtót.
And he sent it back to Marajan Rusena. It was one of those family secrets after that. Ettől kezdve ez az egyik ilyen családi titok volt. És soha nem mondták meg Ugrasena Maharajnak. And when Padmavati arrived back to Ugrasena, he was very happy to see his wife. És amikor Padmavati visszaérkezett, akkor Ugrasena nagyon boldog volt, hogy láthatja újra a feleségét. Meanwhile, in the womb of Padmavati, a baby was growing. És időközben Padmavati méhében nőtt a gyermek. Padmavati, she started taking different herbs to try to cause an abortion. És Padmavati különféle gyógynövényeket kezdett szedni, hogy elveteljen. But nothing was working. De semmi nem működött. The child stayed in her womb for 10 years. 10 évig ott maradt a gyerek a méhében. And those ladies who had a child who complained 9 months. 10 years. Azokat a hölgyeket a számára mondom ezt, aki panaszkodtak a 9 hónapja. And she was trying to take some different herbs. She was striking her own womb, trying to kill that child. Mindenféle gyógynövényt próbálta venni, próbálta ütni a méhét, próbálta megölni a gyereket. And the child spoke to her. És a gyerek a méhből beszélt hozzá. The child started laughing. Elkezdett nevetni rajta. Mother, you can't kill me. Anya, nem tudsz engem megölni. Don't you know every living entity has a fixed span of life? Nem tudod, hogy minden élőlényeknek van a maga élete, az élettartama? I'm too powerful for you to kill me. Én túlságosan hatalmas vagyok ahhoz, hogy te meg tudj ölni. You don't know who I am. Nem tudod, hogy én ki vagyok. My name, my last life was Kalanini. Az én nevem az előző életemben Kalanini volt. I was killed by Lord Vishnu. Az Úr Vishnu ölt meg. And now to take my revenge, taking birth again. És most azért születek újra, hogy megbosszuljam ezt. So that child took birth and was named Kamsa. Ez a gyerek meg is született, és Kamsának nevezték. The Garga Samhita describes that on one occasion, Jarasandha was on a camping expedition. A Gagasz, amit a leírja, hogy egyszer Jarasandha campingezni ment. He found the Lake Balaton. A Balatonban, vagy valami ilyesmi. And he had a royal elephant with him. És volt vele egy királyi elefánt. That royal elephant was named Kuvalyapida. Akinek a neve Kuvalyapida volt. And they had a very powerful chain to that elephant's foot so he couldn't go anywhere. Egy erős lánccal kötötték le az elefánt lábát, hogy ne tudjon elmenni sehova. But one day that Kuvalyapida elephant broke that chain and started running away from the camp. De egy napon a Kuvalyapida elefánt elszakította ezt az erős láncot, és elkezdett szaladni el a kempingező helyükről. That elephant went running around. És ott egy ilyen birkózó arénába jutott. There he found Kamsa. With Chanura and Mushtika and different very powerful wrestlers, and Kamsa was fighting with all of them. És ebben a birkózó arénában Kamsa és Chanura, Mushtika és más különböző erős birkózókat harcoltak egymás ellen. And suddenly that Kuvalyapida, the elephant, came rushing in there, attacking everyone. És hirtelen bevontott Kuvalyapida az elefánt, és mindenkit elkezdett megtámadni. Chanura and Mushtika looked up and saw the elephant and said, "Oops, we gotta go now." Chanura és Mushtika meglátta az elefántot, és hát nyeltek egyet, és mondták, "Oops, nekünk most menjünk kell." But Kamsa just laughed. De Kamsa csak nevetett. He stamped both his feet on the ground and stood in front of that elephant. Mind a két lábát a földnek vetette, és ott állt az elefántal szemben. The elephant lowered his tusks and started charging Kamsa. Az elefánt pedig lengette az agyait, és elkezdte megtámadni Kamsát. And then Kamsa grabbed that elephant and started spinning it around. He threw the elephant in the air. És akkor Kamsa megragadta az elefántot az agyánál fogva, és így körbe-körbe pörgette, és visszadobta. And that elephant flew 80 miles all the way back and landed
in the camp of Jarasandha. And Jarasandha saw that he was very impressed. He's a demon, he likes to fight. Demons are impressed when someone's very strong. A démonokra nagy benyomás kezd, hogyha valaki nagyon erős, és ő egy démon szeret harcolni. So he sent some messenger. I want to know, I want to find out who did this. Szóval küldött ilyen hírnököket, hogy szeretném megtudni, hogy ezt kitette. You bring him here. Hozzátok ide azt az embert. So they came and they found Kamsa and they brought Kamsa back to Jarasandha's camp. Oda is jöttek a hírnökei Kamsához, és akkor visszahozták Kamsát Jarasandha táborába. Jarasandha told him, you're a real man. És Jarasandha mondta, te igazi férfi vagy. You're the person I want to marry my daughters. Te vagy az, akinek oda akarom adni a lányaimat. So he gave him his two daughters, Asti and Prapti. És így odaadta neki Kamsának feleségül a két lányát, Astit és Praptit. And he gave him that Kuvalyapida elephant. És a Kuvalyapida elefántot is odaadta. So we know after Krishna left Vrindavan, he went to Mathura. Tudjuk, hogy miután Krishna elhagyta Vrindavan, Mathurába ment. And Kamsa had a bad day. És Kamsának rossz napja volt. Krishna killed Kamsa, he killed Kuvalyapida. He killed Chanur and Mushtika. After Krishna killed Kamsa, his two wives who had become widows, Asti and Prapti, they ran back to their father. They told him everything that had happened. Mindent elmondtak neki, ami történt. And it was because of that that Jarasandha attacked Mathura. És emiatt volt az, hogy Jarasandha megtámadta Mathurát. He attacked Mathura 18 times. 18-szor támadta meg Mathurát. And then Krishna left Mathura and went to Dwarka. És akkor Krishna elhagyta Mathurát és Dwarkába ment. It's a very big subject. Ez egy nagyon nagy téma. So Thakur Bhaktivinoda, he says that Kamsa represents a mundane head of religion. Bhaktivinoda azt mondja, hogy Kamsa a világi vallás fejét képviseli. He's the son of Gobila. Gobila fia. He knows all types of dharma and vanashram and this thing and that thing. Tudja, ismeri az összes dharmát, tudja, ismeri a vanashramot, mindenféle dolgot. And he's always encouraging all the citizens, preaching them, you should be religious. És mindig biztatja az összes városlakót, hogy vallásosaknak kell, hogy legyetek. You should be righteous. Legyetek erényesek. Pay your taxes. Fizessétek az adókat. Listen to your king. Hallgassatok a királyotokat. But he wants to kill Krishna. De meg akarja ölni Krishnát. Because Krishna is a threat to him. Mert Krishna fenyegetéset jelent a számára. He wants religion without Krishna. Vallást akar Krishna nélkül. He wants to control everything. He wants people just to follow some rules and regulations, have a little name tag, I'm a life member. Azt akarja, hogy az emberek csak ilyen szabályokat és előírásokat kövessenek, és legyen egy ilyen kis névtábláik, hogy tag vagyok. And then everything is okay. És akkor minden rendben van. Kamsa, the head of mundane religion, is always trying to destroy real dharma, real love of God. Kamsa, a világi vallás vezetője mindig megpróbálja lerombolni a valódi Isten szeretetet. And for that purpose he's always sending different demons to Vrindavan to try to kill Krishna. És emiatt mindig küld különböző démonokat Vrindavanba, hogy megpróbálja megölni Krishna. Bhaktivinoda Thakur says those different demons represent different obstacles in our bhakti. The first obstacle, which we spoke about last year, is Putana. Az első akadály, amiről tavaly beszéltünk, ez Putana. Bhaktivinoda says she represents the false guru. És Bhaktivinoda mondja, hogy ő a hamis guru képviseli. The mundane head of religion, Kamsa, sends the false guru to kill the babies. A világi vallás vezetője, Kamsa, elküldi a hamis gurut, hogy megölje a gyermekeket. To kill their desire for real spiritual life, to kill their desire for Krishna.
hogy megölje a vágyukat a valódi lelki életre, hogy megölje a vágyukat Krisnára. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati says that Kamsa and Putana, they recommend a mechanical process. És Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur azt mondja, hogy Kamsa és Putana egy mechanikus folyamatot ajánlanak. Just get a piece of paper and a pen. Vegyél egy papírt és tollat. And make a list. És adjál egy listát, tehát készíts egy listát. 4 of these, 16 of these, 3 of these. Make sure that you give your donations. And then you're a member. And you'll go back to Godhead. That's his version of religion. And Kamsa feels threatened by Krishna. So the Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he says that it's not from any opposition to the ordained clergy that we make these observations. Sorry. That's a word for word quote. Bhaktisiddhanta Maharaj azt mondja, hogy az, hogy ezeket így elmondja Bhaktisiddhanta Maharaj, ez nem azért van, mert ő így ellenezni He said that no organized religion in the history of the world has ever succeeded in really giving real religion. Azt mondja, hogy a világ történelmében egyetlen szervezett világvallásnak nem sikerült valódi lelki életet adnia. And all of Braj, there was only one person who recognized Putana. Egész Brajban csak egy személy tudta felismerni Putanát. And he was a baby. He was Krishna. So if we take shelter of Krishna, then Krishna will kill Putana and Sakatasura and Trinavarta and all the different obstacles in our devotion. If we're sincere, then Krishna will kill Kamsa. Hogyha őszinték vagyunk, akkor Krishna meg fogja ölni Kamsát. He'll kill Jarasandha. És megöli Jarasandhát. And after he kills after he kills Dantavakra and Mathura, then he returns to Vrindavan. És miután megöli Dantavakrát, akkor visszamegy Vrindavanba. So we have to avoid these demons. We have to take shelter of Krishna and kill these demons inside of us. We have to realize that this movement of Krishna's is based on love. The motivation is not power and opulence. És a motiváció az nem a hatalom vagy az erő. When that devotion becomes mixed with power and opulence, then Krishna leaves the bridge of our heart, and our heart becomes like Mathura. Hogyha a motiváció az a fenség vagy a hatalom, akkor Krishna elhagyja a szívünk Vrindavanját, és ez Mathurává válik. Thakur Bhaktivinoda, he says that Kamsa represents atheism in the guise of theism. Bhaktivinodáka azt mondja, hogy Kamsa azt az ateizmust képviseli, ami a teizmus áruhájában van. And after Krishna kills Kamsa, and Jarasandha attacks. És miután Krishna megöli Kamsát, akkor támad Jarasandha. He says that Jarasandha represents fruit of work, or karma. És azt mondja, hogy Jarasandha a gyümölcsöző cselekedeteket, a karmát képviseli. He attacked Mathura 18 times. 18-szor támadta meg Jarasandha Mathurát. This is the 18 times that Jarasandha, the personification of karma or vanashram dharma. Azt mondja, hogy ez a 18 alkalom, amikor Jarasandha a vanashram dharma és a karma képviselője megtámadta Mathurát. Those 18 attacks he made on Mathura represent something. Azt mondja, hogy ez a 18 támadás, ez mind képvisel valamit.
They represent the 10 samskaras, which are recommended in Manasanghita, that everyone should follow in Vanashram Dharma. Azt a 10 samskarát képviseli, amit a Manasanghita szerint mindenkinek követnie kell a Vanashram Dharma. They represent the 4 varnas. A 4 varnát. That's 14. Ez már 14. And then they represent the 4 ashrams. És a 4 ashramát. 18. The last of those is karma sannyas. És a 18. az a karma sannyas. Renunciation for some fruited purpose. A legutolsó az az, hogy valami gyümölcslő célból lemondást végzünk. So Bhaktivinoda Thakur says that on the 18th attack, then Krishna left Mathura and he went to Dwarka. És Bhaktivinoda mondja, hogy a 18. támadás után volt az, hogy Krishna ott hagyta Mathurát és elment Dwarkába. When religion that's mixed with gyan and matura was killed by the Lord. Amikor az a vallás, ami keveredett a gyánával, matura-val, ezt megölte az Úr. Then the two wives of atheism, two wives of Kamsa, Asti and Prapti, they went and took shelter of their father, who was fruit of work. Akkor Asti és Prapti, a két felesége, and at that time the Lord is brought to the realm of Dwarka, which represents Vanashram, food of work and opulence. Jarasandha was a pukka-pukka person in Vanashram Dharma. He used to give charity. Kongregációs tag vagy, és akkor minden rendben van, hazamész Istenhez.
And this is the essential nature of mundane religion. És ez a világi vallás lényege, lényegi természete. This mundane religion may take many, many different forms all over the world. Az egész világon ez a világi vallás sok-sok különböző formát ölthet magára. Once I was selling books at the Department of Motor Vehicles in Los Angeles. Egyszer az autó részlegben árultam könyveket Los Angelesben. And some person came up and he said, "Hey, you should chant this mantra." He wrote a mantra down for me. És valaki jött hozzám, hogy mondd ezt a mantrát, és leírta nekem. Nam Myoho Renge Kyo. Is this the mantra? Ez volt a mantra. He said, "If you chant this mantra, whatever you want, it'll come to you." Hogyha ezt a mantrát mondod, akkor bármit akarsz, az eljön hozzád. I chanted this mantra, I got a girlfriend. Ezt a mantrát mondtam, és I chanted this mantra, I got a nice job. És jó munkát kaptam. This is mundane religion. Ez a világi vallás. Whether it appears like that Nam Myoho Renge Kyo, which is a branch of Buddhism. Ez a buddhizmusnak az egyik ága, hogy akár így jelenik meg. Or it may appear as some form of Christianity. Vagy a kereszténység bizonyos formájaként. Some form of Islam. Vagy az iszlám bizonyos formájaként. Some form of Hinduism. Vagy a hinduizmus bizonyos formájaként. Or even the Hare Krishna movement. Vagy a Hare Krishna mozgalomban. It's not just because we're the Hare Krishna movement that we have some immunity to kamsa. Azért, mert mi a Hare Krishna mozgalomban vagyunk, nem vagyunk immunisak a kamsára. But Srila Prabhupada knew, as long as these two things are present in our movement, everything will be okay. De Srila Prabhupada tudta, hogy amíg ez a két dolog jelen van a mozgalmunkban, addig minden rendben lesz. Two secret weapons we spoke about last year. A két titkos fegyver, erről beszéltünk tavaly. The Hare Krishna mantra and Srimad Bhagavatam. A Hare Krishna mantra és a Srimad Bhagavatam. You may say, doesn't sound very secret to me. It's secret because the Kamsas and Jarasandhas and Putanas of this world, they don't take it very seriously. Azért nevezzük őket titkosnak, mert a világ Kamsai, Jarasandhai és Putanai nem veszik őket nagyon komolyan. They don't think that chanting Hare Krishna is really very important. Ők nem gondolják igazából, hogy a Hare Krishna éneklés az egy nagyon fontos dolog lenne. They think the important thing is how can I get on the temple council. A fontos dolog az, hogy hogyan kerülhetnék be a templom tanára. I have to think about my career and spiritual life. A lelki életbeli karrieremre kell gondolni. And they just chant that Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, because they have to. És csak azért életik a Hare Krishna, mert muszáj nekik. But Prabhupada, excuse me, the eighth canto of the Bhagavatam says, de a Bhagavatam 8. éneke azt mondja, Mantratas tantratas chintam deshakala vastuta. There may be so much chidra, so much fault in your mantra, tantra, your organized religion. Lehet, hogy annyi chidra, annyi hiba van a szervezett vallásodban, a mantráidban és a tantráidban. But sarvakroti nischidram, all that chidra, all that fault goes away. De minden hiba eltűnik. Anusankirtanam tava, by the chanting of the holy name. A szent név éneklésével. So don't worry about the Putanas and the Kamsas and the Jarasandhas. That's not really part of this movement. Szóval ne aggódjatok a Putanák, Kamsák és Jarasandhák miatt. Ők nem igazán a tagjai ennek a mozgalomnak. Any more than when we go to the Ganga, if we see some stool or dead body in the Ganga, we don't think that's the Ganga. Nem részei ennek a mozgalomnak jobban, mint amennyire a Ganges vizében levő ürülék vagy holttest a Ganges maga. The Ganga is always pure. A Ganges mindig tiszta. And Prabhupada's movement, Mahaprabhu's movement is always pure. És Prabhupada és Mahaprabhu mozgalma is mindig tiszta. Their movement is the Hare Krishna movement. Az ő mozgalmuk a Hare Krishna mozgalma. And those persons who take shelter of the holy name, take shelter of Srimad Bhagavatam, they're always protected. És akik menedéket vesznek a Szent Névnél és a Srimad Bhagavatamnál, azok mindig védettek. We don't have to worry about trying to fight with Kamsa or Jarasandha. They're much, much more powerful than us. Nem kell amiatt aggódnunk, hogy harcoljunk Kamsával vagy Jarasandhával, ők sokkal hatalmasabbak nálunk. We don't have to try to cause revolutions. Nem kell megpróbálnunk forradalmat kezdeni. Prabhupada once told the GBC,
Egyszer Prabhupád mondta a Zsigisznek. Your favorite statement. This chanting should go on instead of meetings, resolutions, dissolutions, revolutions, and no solutions. There should be chanting. Ennek az éneklésnek kellene folytatódnia, ahelyett, hogy gyűlésezünk, határozatokat hozunk, feloszlatjuk a gyűléseket, és nem találunk újabb megoldásokat, énekelnünk kell. If we just keep Srimad Bhagavatam and hear Srimad Bhagavatam every day, everything will be okay. Ha csak megtartjuk a Srimad Bhagavatamot és minden nap olvasunk belőle, akkor minden rendben lesz. Every vastu, every object has a dharma, an intrinsic quality. Minden vastunak van egy dharmája, egy ilyen önmagában benne rejlő tulajdonság. The dharma of water is to be wet. A vízé, hogy nedves. The dharma of fire is to be hot. A tűz dharmája, hogy meleg. The dharma of sugar is to be sweet. A cukornak a dharmája, hogy édes. And Srimad Bhagavatam also has a dharma. A Srimad Bhagavatamnak is megvan a maga dharmája. The vad visago janatāga vibhavo. It always creates a revolution. Mindig forradalmat fog teremteni. Dharma projya kaita voto taparamoni mitsram sukham devyam. Immediately in the very beginning it kicks out kamsa, kicks out cheating religion. És már a kezdet-kezdetén kirúgja a kamszát, kirúgja a csaló vallást. This is the Hare Krishna movement. Ez a Hare Krishna mozgalom. So we should protect this movement. This movement means Vrindavan. Meg kell védenünk ezt a mozgalmat, ez a mozgalom ez Vrindavant jelenti. This movement means Rathayatra. Ez a mozgalom azt jelenti, hogy Rathayatra. Sometimes we say Rathayatra means to rescue God from organized religion. És mi azt mondjuk, hogy a Rathayatra azt jelenti, hogy megmentjük Istent a szervezett vallásoktól. And bring it back to Vrindavan. És visszahozunk Vrindavanba. Vrindavan is our heart. És a Vrindavan az a szívünk. Srila Prabhupada many times he said, we're not starting a new religion. Srila Prabhupada sokszor mondta, hogy nem kezdünk új vallást. Rather, he said, whatever religion you belong to, you can keep that. You can be a Christian, be a Muslim, be a Jew, be a Hindu, and you can be a Hare Krishna devotee. There's a conversation Srila Prabhupada had in London with one Catholic nun. And Prabhupada told her, we're not here to change your religion, we're here to teach you how to love God. Volt egy beszélgetés a Srila Prabhupádnak Londonban egy katolikus apácával, amikor Prabhupád azt mondta neki, hogy nem azért vagyunk itt, hogy megváltoztassuk a vallásodat, hanem azért, hogy megtanítsunk, hogy hogyan szeresd Istent. Yesterday in the talk we were mentioning how an interesting thing happened when we visited Dnepropetrovsk in Ukraine. Tegnap említettük, hogy egy nagyon érdekes dolog történt, amikor Dnipropetrovskban voltunk Ukrajnában. The devotees have told us a story. Bakták mesélték el ezt a történetet. They somehow or another they met two Christian, Orthodox Christian priests. Valahogy találkoztak két ortodox keresztény pappal. And those priests bought Prabhupada's books. És papok megvették Prabhupád könyveit. They read the books and they became convinced by them. Olvasták őket, és meggyőzték a könyv. They started coming to the temple and chanting Hare Krishna. És kezdtek el a templomba, és Hare Krishna-t énekelni. But they were still Orthodox priests. They were still doing their priestly functions in the church. Folytatták a papi kötelességeiket az ortodox templomban. They were Orthodox priests. They just liked Hare Krishna also. Ortodox keresztények voltak, csak szerették a Hare Krishna-t is. And then one day, one of them had some pain in his stomach or something, and he went to a doctor. És egy napon az egyiknek fájt a hasa, vagy valami ilyesmi, és elment az orvoshoz. The doctor came back and told him, I have some bad news. Az orvos visszajött, és azt mondta, hogy hát rossz hírem van. He said, you have cancer, you're going to die in 2 weeks. Rákos vagy, és 2 hét múlva meghalsz. So that priest went to the temple. A papja elment a templomba. And he asked the devotees, can I stay here? És megkérdezte a baktától, hogy ott maradhat-e. And for the last 2 weeks of his life, the devotees were around his bed chanting Hare Krishna. És az élete hátralévő 2 hetében a bakták ott álltak az áradatban és tapasztalták. And the Orthodox Christian priest left his body there chanting Hare Krishna surrounded by the devotees. És az ortodox keresztény pap úgy hagyta el a testét, hogy ott énekelte a Hare Krishnát, a bakták ott álltak körülötte és énekeltek neki. Our business is not religion. A mi dolgunk az nem a vallás. As Leela
Srila Prabhu told us last year, a very nice analogy he gave. He said that this Krishna conscious movement has come to give bhakti. That bhakti is our gift. But when you give a gift, you put it in a box. And the box is our management, our form of our institution. És a doboz az a management, meg az intézmény formája. Some people, when they get a gift in the mail, they open up the box and they look at the gift and I don't want this, and throw the gift away. But I really like this box. Nice box. Vannak olyan emberek, amikor postát kapnak, de postán megkapják a dobozt, akkor kinyitják, és az ajándék nem tetszik meg, azt kidobják, de a dobozt azt nagyon, nagyon szeretik. That's the short version of the history of organized religion. Szervezett vallásoknak a rövid története. So we shouldn't become so mesmerized by the box. The box is important. The main thing is the gift inside. We'll stop there. Srila Prabhupada ki jai, Bhaktavinda ki jai. Sociologist, expert one, making corrections. Which books of Bhaktivinoda was this? Krishna Samhita and Chaitanya Sikshamrita. Krishna Samhita? Yes. Mostly Krishna Samhita. Very interesting Krishna Samhita. Very difficult to understand. People who are very attached to organized religion don't understand it. Kérdeztem, hogy melyik Bhaktivinodának melyik könyvéből van ez a dolog, és a válasz az, hogy a Krishna Samhitából főleg, és a Chaitanya Sikshamritából, és Chaitanya Sikshamrita, Krishna Samhita. Oh, the people in organized religion, they don't understand or appreciate Krishna Samhita. Amikor a szervezett vallásnak a tagjai, ők nem értik és nem tudják nagyon értékelni a Krishna Samhitát. Thank you.
Thank you.
Köszönöm.